Kodzseknyalóka, téli fagyi, pecázás, pöttyös anyagok, bakelit lemezek és rock'n'roll. A retro korszak fergeteges hangulatában szervezték a 18. egyetemi bált. A nyitótáncot a PTE táncegyüttes kezdte, majd egyetemünk újból megválasztott rektora mutatta meg, hogy nem is volt olyan régen a retro korszak. Sikerült egy olyan atmoszférát teremteni, ami az én szívemhez, lelkemhez közel áll. Nyilvánvaló a mi korosztályunknak a retro a fiatalság volt, a fiatalkorunk volt, de úgy látom, hogy a fiataloknak is nagyon tetszik, mert tehát ebben örök értékek vannak, szóval azért a Hungária az Hungária, az egy életérzés, és nem csak korhoz kötődő. Mi nagyokat bulisztunk. Annak idején adták át a Jakab-hegyi kollégiumot, és minden hétvégén diszkószerű rendezvény volt, és hát ott mentek ezek a számok, úgyhogy jó volt. A már hagyományos táncversenyen is a 70-es, 80-as évek jól ismert dalaira ropták a párok. Volt Lambada, Kacsatánc, és a Limbo Hintó is elindult, hogy Limbo királyt és Limbo királynőt válasszon a zsűri. A retro hangulat elvarázsolta a bálozókat. Felszabadultan, fiatalosan, ámítom magamat. Ezre jók a bálok. Egyszerűen szüksége van az embernek arra, hogy ezeket a közhely számban menő fogalmakat elmondhassa, és tényleg úgy is érzem most. Én egy kicsit visszább mennék, én a 60-as éveket, akkor voltam én 20 éves. És abban az időben úgy éreztük, hogy először jött be friss szél az országba, és biztos, hogy benne játszik ebbe, hogy én akkor voltam 20 éves, de egy csodálatos idő volt. A hangulatot a 70-es, 80-as évekből készített játék és a tombola sorsolás fokozta, ahol értékes nyereményeket sorsoltak ki. Az est sztár fellépője Szandi volt. Szeret!